sajnos így ezzel a kapacitással nem tudjuk tovább folytatni. De mindent megteszünk, hogy mi hamarabb egy zárható helyiséget találjunk, ami könnyen megközelíthető a menekültek számára, könnyen megközelíthető az adományozók számára, és továbbiakban is igyekszünk minden ráérő időnket, energiánkat erre fordítani. Lehetőség nyílik minket külföldről is támogatni, közösségi cselekvés alapítványt. Támogassátok! Hamarosan én leszek a kurátora, és azokban a színekben szeretném tovább vinni. Ha esetleg onnan is befolyik még egy kis pénz, akkor még több segítséget tudunk nyújtani a rászorulóknak. Én nem fogom ezt itt hagyni szerintem. Tehát a háttérben is ugyanúgy lehet motoszkálni. Én bízom benne, hogy folytatódik. Nem fogom ezt hagyni. Május 16-a óta járok. Egy héten háromszor, ha csak tehetem, és nagyon élvezem. A csapat az fantasztikus, tehát én itt barátokat találtam, és mindig nagyon örömmel jöttem. És milyen időközönként vagy itt? Én hetente jövök egyszer általában. Mennyi időt töltesz itt? 4-5 óra. És ebben a 4-5 órában lelkileg vagy inkább fizikailag fáradsz el? Lelkileg bírod? Igen. Meglepő módon nem húz le a dolog, hanem inkább feltölt. És miért vagy itt? Hát mert próbáltam eleinte, hogy segítsek valahogy én is másokon, a hozzám hasonlóakhoz, és utána megtetszett a társaság, a csapat, és itt maradtam. Szeretek itt lenni, és büszke vagyok rá, hogy itt lehetek. És mit csinálsz itt? Tolmácskodom, pultos vagyok, mikor mire van szükség, azt csinálom. Milyen időközönként jössz? Hát heti 3-4 alkalom, vagy csak simán befutok és maradunk. Mit fogsz csinálni, hogyha a sátor bezár? Megyek a sátor után.